2017. október 1-e óta dolgozok a Tark Kft-nél, és mióta itt vagyok, azóta a wireless technológiákkal foglalkozok, főleg a fix telepített hozzáférési pontokkal, de egy-egy nagyobb projekt és kiépítés során kapcsolatba kerültem a klasszikus wireless AP-kkel is. Az internet, telefon és TV szolgáltatáson kívül már nagyon régóta foglalkozik a Tark Kft. Wi-Fi szolgáltatással is, de azt gondolom, hogy egy ekkora szolgáltatónak nagyon fontos, hogy az ügyfeleknek minden igényét ki tudja elégíteni. Általában a több AP-t vagy esetleg kontrollervezérelt rendszereket üzleti ügyfelek veszik igénybe. Itt például szállodák, hotelek, intézmények, és most már a Wi-Fi for EU kapcsán a települési önkormányzata is. Ez mellett a magánelőfizetők is használják a Tark Kft. Ezen szolgáltatását, mivel a kábeltévés előfizetők már nem az úgynevezett klasszikus modemeket használják, hanem inkább a home gateway-eket, amik szintén Wi-Fi képesek. A Wi-Fi for EU keretében jelenleg 15 település van, ami már elkészült, és ez mind 100%-ban Cambium eszközből lett megépítve. A projekt előtt is már ezt a márkát használtuk, főleg az árérték aránya miatt. Majd a projekt kapcsán, mivel a Cambium megoldotta az ehhez szükséges technikai hátteret, egyértelművé vált, hogy ezt fogjuk használni. Azt gondolom, hogy a Cambiumnak a legnagyobb előnye a felhő alapú kontroller, ugyanis náluk ez ingyenes, szemben más termékekkel. És azt gondolom, ha lenne is, bár mi nem tapasztaltuk, hogy vannak hibái, akkor is az ingyenessége kárpótol. Jelenleg 207 darab AP van kihelyezve, mind kültéri, mind beltéri. Ezek között beltéribe az E600-asokat használjuk, kültéribe pedig az E700 és az E501-eseket. Hibánk nem szokott sűrűn lenni. Kezdetben volt néhány problémánk, főleg a Quest portállal, és talán a firmware verziók közötti különbségek okoznak némi problémát, de ezek viszonylag könnyen megoldhatóak. Azt gondolom, az AP-k rendbe teljesítenek, mert, mint említettem, több mint 200 AP van kihelyezve, és ebből, ha jól emlékszem, egyetlen egy volt rossz, de ezt is viszonylag gyorsan kicserélték az Access Point-nak köszönhetően. A rendszer rendben működik, beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Most is folyamatosan építünk ilyen rendszereket, de a legrégebbi az 2019. szeptemberében indult. Jelenleg 6 projekt van megvalósítás vagy megrendelés alatt, és ez mind a Tark Kft. Szolgáltatási területén.